most te nekünk énekel a Honey Beast. Itt lesz Barics Gergő és a Control Alter, valamint fellép a Budapest Bár is. Sztár vendégünk élőben Emilio. A Szerencse Szombat ma esti házigazdája Kis Orsi és Kovács Áron. Szép jó estét kívánunk mindenkinek, ismét jelentkezik a Szerencse Szombat. Láthatták, kiváló fellépők lesznek, és sok-sok milliót is hoztunk. Igen, és hát az izgalomra tulajdonképpen másokunk nincsen, hiszen Orsi túl van a nehezén, lelépett a lépcsőn úgy, hogy különösebb egészségkárosodást nem szenvedett. Ez mostanában nem jön neki össze mindig, de most ennek nagyon örülök. De csak azért, mert belét karoltam. Hát ez is része volt azért a tervnek. Természetesen önök viszont nagyon figyeljenek, önök lehetnek szerencsések, hiszen a múlt héten nem volt határszámon belül Luxorunk, ezért 37-es a határszám, és ezen belül 28 milliót fizet a Luxor. Akkor természetesen, hogyha teli találat van, és mindent be lehetett karikázni legalább a szelvényen. A Joker 58 milliót ígér a hétre, és hát van nekünk egy ötös lottónk is. Bizony, két héttel ezelőtt nálunk talált gazdára az ötös lottó főnyereménye, valaki több mint 2 milliárd forinttal gazdagodott. Múlt héten 85 millió forint volt a tét, akkor nem volt teli talált, úgyhogy ezen a héten a küzdelem 188 millió forintért történik. Aless Gyula közben már ott van a sorsológép mellett, és hát készült ennek egy vadonatúj kérdéssel. Az előkészítés során minden rendben volt, Gyula? Igen, minden rendben volt. Kezdődhet a Luxor sorsolás. Vadonatúj kérdés, vadonatúj érzés, a Radics Gigi slágere. Megvan, azt nagyon szeretem, azt a dalt. Ja, de nem Dórus. Lesz most. Nem. Ja, azt hittem már így rákötöttél. Új sztár vendégünk lesz, nem figyeltél az előbb? De azért, mert megfigyeltem, hogy nem figyeltem. Igen. Mindegy, a lényeg az, hogy a Gitano Live közben nyomja nekünk a talpalállalót, hogy egy kicsit ilyen családias, nyárvégi klub hangulat uralkodjon. És érkezik az első betűszám, kombináció. Robert 73, lehet nagyon szorgalmasan. Jó évszám. Karikázni. Csak jót tudok róla igen, mondani. Értjük. Viszont annyi, abban az értelemben nem jó, hogy nincs benne a képmezőben ugye a Robert sor. Ugol 20, ez viszont igen. Ez már sokkal jobb lesz, ugye követhetik a képernyő alján a játék alakulását. Sárgán világítanak azok a mezők, azok a számok, amiket már kisorsoltunk. X39, így már. Ez is sárgán világít. Kíváncsi vagyok, hogy a dalba mikor kezdesz bele. Nem. Rád számítottam, ugol 23. Nem, hát azért ez igen, ennyire földobott labda már kirepül az űrbe. Te vagy mindig, aki elkezd dalonázni, vártam, de hiába. Ugol 25. Aki hülyen vár, nem vár hiába. Tartja a mondást, tehát még bármi előfordulhat ma. 37-es a határszámunk, jó messze van. Olga 53. Egy biztos, hogy egy nagy visszatérő lesz ugye ma az ötös lottóban. Nagyon örülök neki, hogy újra láthatom. Bizony, ismét körünkben köszönhetjük Robert 65, de hát nem titok. Már. Hogy ki jön? Igen. Hát nem titok, Emilio itt lesz velünk. Bizony. Nagyon jó kis dalokkal készült. Abszolút. Megkérdeztem, kifaggattam, Levente 11. Tudod is, hogy mivel? Hát azt nem gondolt, hogy elárulom majd. Hát ha nem a VR Family-vel, akkor nem állok vele szóba. X41. Az első képet várjuk. Múlt héten 14 sorsolás után találtátok meg. Olgából még keveset húztunk, Levente 4. Hát annyira hogy... keveset, hogy egyet. Igen, tehát egyet. Ugye nem kettő kell a képhez minimum. A képhez, igen. Ugul 28. Vannak olyan dolgok, amihez két dolga kell. Na ez egy olyan, az első kép. Vagy két orsolya. Ha van kettő. Köszöntem, hogy nem ezt mondtad. Robert 66. Viszont van olyan, amihez még egy orsója is sok. Gondolom. Robert 75. Nem énekelsz? Nem, még el vagyok egy kicsit keseredve. Lajos 3. Na miért? Hát felvetem a kombinémat. Hát figyelj, az... Próbálok nem oda nézni. Tehát, mint a lovaknál, tudod, a bányalónak egy ilyen szemellenzőt, most itt le is helyezem magamnak a Szerencse Szombatos szemellenzőmet. Robert 63. De az biztos, hogy mikor megláttam, hogy augusztus van, akkor azért úgy lefele fittyett a számszéle. De tehát nézd nyaralni. Hát igen, de hogy tulajdonképpen már a... Ugol 17. A nyár kétharmada elment, és ez mint hogyha tegnap történt volna. Hogy elkezdtük?
meg hát nem is volt igazából nyár, én össze-vissza volt, bár... Ugol 21. Az időjárása most nem panaszkodhatunk, de minden esetre az időrohanása az sajnos elképesztő. Igen. Lehangol, hát emlékezz vissza, hogy amikor... Nem emlékezz. Most másra emlékezünk, jó? Megvannak az első nyerteseink, megtaláltuk az első képet. Hatan nyertek fejenként 138.615 forintot, gratulálunk. Szóval csak azt akartam mondani, hogy emlékezz vissza, a gyerekkorodban milyen hosszúnak tűnt egy nyár. Egy örökké valóság volt, és hogy nem becsültük meg eléggé. Azt viszont igen, hogy az első képünk megvan, tehát az első keretig meg sem állunk. Reméljük, Bagdadban nem tart... hosszú volt a nyár, kétség kívül. Bagdadban. Nem volt él. Ja, te ott voltál gyerek? Igen. Ó, tényleg. Adódna egy csomó kérdés, csak nem biztos, hogy a... Műsor lehetővé teszi ezek kibontását. Nem. És figyeljük a Luxorra, mert illetve a Maxon a nyaralásodról mesélhetsz. Levente 14. De mondjuk Bagdadban így vannak ilyen parkok, tehát ilyen nagy zöld, vagy olyan nincsen? Ugol 19. Hát nekem vannak parkról emlékeim, de az a Rashid szállodán belül volt. Hát, ja, csak ott, aha. Lebombázták azóta, sajnos. Ugol 29. Mert azt én nyilvánvalóan az ember... Az egyik szomszédunk egy beduin. Beduin? Azt gondolom, nem volt gyakran otthon, nem? Azok így mennek. Nem? Hát Bedoin az... A másik szomszédunkat hagyjuk. Olga, 60. De nagyon szép emlékeim vannak. Csak jó. Ugol 24. Nagyon sokáig így tervem volt, hogy majd felnőtt fejjel visszamegyek oda, de nyilván a mostani állapotot nézik. Első keretet várjuk. X31. Minden adott egyébként ehhez. Hogy visszatéri, vagy hogy első keretünk legyen? Első keretünk legyen. Múlt éppen 31 húzás után találtátok meg. X33. Mikre emlékszel? Mint mondom, szerencse szombat függő vagyok. Ha nem én állok itt, akkor árvú szemekkel figyelem a televíziót. Robert 61. Micsoda izgalmak. Aztán amikor egyre leszünk a Luxortól, lemente 12. Akkor majd produkció következik. És azt ugye hallott, hogy a rólad elemezett dal szól most. X34. Nagyon fülelsz. Megvan? Ez a Kiss Prince-től. Ugye Kiss. Most jön, figyelj. Robert Kiss. 69. Kiss. Robert 70. Közeledik egyébként a határszámunk, X43, 37-es. Voltál Prince koncerten, amikor itt volt? Nem. Én? Igen. X38. Jó volt? Abszolút. Viszont, bocs, de én találkoztam vele Londonban. Ja. Ott igazod, csak három számot adott elő, Ugul 31 díját adok ellen. És csak úgy vállalta egyébként a fellépést, hogy a vörös szőnyeg az lila volt. És mindenek lilának kellett lennie, tehát hogy ez ilyen feltétele volt. X45. És magasabb volt nálad? Ne. Ugye? Gondolom, hogy vetted észre, hogy őpriz, hogy föllökted, nem? Tehát, hogy a ruhatárnál így löktél egyet, és valaki felszólt, hogy NO! X37. Már tényleg itt a nyakunkon a határszám. X44. És még ugye nem volt első keretünk. Olga nem teljesít olyan jól a mai napon. Három darab Olgát hoztunk összesen. Levente 10. Igen, és a kis effekt is jelz, hogy elértük a határszámunkat. Ebből tehát nem lesz jackpot ezen a héten, de ne keseredjünk, mert lesz a következő héten majd nyilván. Igen, viszont teli találat most is lesz. Tehát addig játszunk, amíg nem lesz teli találat a szervény az országon. Olga 51. Ahogy édesapám szokta volt mondani, hogy mi munka volt benne, de végül is meglett az első keret, amely egy valakinek hozott 1.108.925 forintot, szóval megérte rá várni, legalábbis neki mindenképpen. Gratulálunk! Nincs megállás, folytatjuk a sorsolást egészen addig, amíg egyre nem leszünk a Luxortól. Akkor jön az említett produkció. Egy kiváló, tehetséges zenekar.
jó, feltörekvünk. Tehát a részletekben majd egy picit később. X36. Levente 9. Azon gondolkodom, hogy az első keretre ennyit kellett várni, viszonylagos Olga hiányban, gondolom ez sokat tett hozzá, hogy annyit vártunk, hogy ugyanez lesz a helyzet az egyre a Luxortól manőverrel. Robert 67. Mert ugye az, hogy egyetlen bekarikázatlan számon valakinek a szelvényén, tehát az összes többit már kihúztuk, ami azért ugyan minden héten megtörténik, de nem mindenkivel. X40. Tessék. Na. Egyre vagyunk a Luxortól. Nem hittem volna. Produkció következik. Talentométer Fesztivál, erről már beszélgettünk, egy tehetségkutató versenyről van szó, amit idén is megrendeztek, és most nem csak zenekarok mérettették meg magukat, hanem koncertfotó pályázat is volt, valamint fiatal borászok is bemutatkozhattak, de azért természetesen nem a zene volt a középpontban. Most kérlek szépen, a popzene kategória győztese következik. Színpadunkon a Control Alter. Köszönjük szépen a Control Alter zenekarnak, ők tehát megnyerték a Talentométer pop zenei kategóriában a versenyt, igen, gratulálunk, és hát azt gondolom, hogy azért ez egy nagy dolog lehetett nekik, hogy most itt a Szerencse Szombat színpadán is bemutatkozhattak. Te esetleg emlékszel az első televíziós fellépésedre? Akkor ezt a tévében énekeltél? Hát emlékezetes volt, igen, én előbb énekeltem tévében, mint ahogy műsort vezettem volna. De hogy ráadásul most ez visszaköszönt, képzeld el, mert hogy az M3 az most elkezdett régi filmeket vetíteni, és egyszer csak ülök otthon, és a Bebétől, a Bekkubák énekesítőtől kapok én MMS-eket, amiből látszik, hogy a saját televízióját fotózta le, és küldte át nekem azzal, hogy vinnyogok, hogy nézel ki. És hát ott még derékig érő hajjal, ez Soltész Rezső által vezetett ilyen karaoke verseny volt a tévében, valami hangárverés, vagy valami hangárral kapcsolatos szójáték volt a címe, és akkor én ott énekeltem Bon Jovinek Hosszú hajjal, igen, az volt az első ilyen nagy szereplésem. Kérdezd meg, hogy ki nyerte meg. Ja, azt nem mondtad, hogy verseny volt, vagy nem tudtam, karaoke verseny volt. Igen, na, ki nyerte meg? Hát,
Én. Szerény személyen. Gratulálok. Köszönöm szépen. Sokra vitted. Nem csak azért, hogy emlékezetes volt akkor is, meg így most is, hogy... Vicces visszanézni. Kedves barátok, küldözgetik a screenshotokat. Azért ne növezd vissza a hajadat, jó? Mert így most sokkal jobban el. Viszont nem gondolod, akkor nem baj, akkor magadra hagylak. Nem, akkor még mondanék, akkor ezt mesélnék magamról, de akkor erre most nincs mód, Orsi elhagyott. De majd visszatérek hozzád. Lecseréltél egy gépre. Befejezzük. A sorsolást. Feltesszük az íra a pontot. Viszont mesélhetnél te is arról, hogy milyen nyire volt emlékezetes az első televízióban éneklésed. Hát, és mikor történt? Rég voltán igaz sem volt. X32. Ketten vannak egyre a Luxortól. Két játékosnak tehát már csak egyetlen szám hiányzik. Olga 48. Ezt nem hozta meg a szerencsét nekik. Viszont már 80 vannak egyre a Luxortól. Már további 6 játékosnak igen. Ugol 16. 14-en vannak már egyre a Luxortól. Feszült pillanatokat élhetnek át. Olga 56. Megvan hát a Luxorunk, hölgyeim és uraim, hát ez elég sokat kell erre is várni, de nézzük hányan örülnek neki. Egy valaki nagyon örül, hiszen 7.762.485 forint az övé. Gratulálunk! 56, ez az utolsó kihúzott számunk, és mivel ez páros, az ötös lotó nyerőszámait kézzel sorsoljuk majd. A megnyerhető főnyeremény összege pedig 188 millió forint! Na nézzük az országos nyeremény táblát. Lássuk. 31. héten 37-es határszám mellett hogyan szerepeltünk. A képpel kezdjük, ahogy szoktuk, 22.791 darabot találtak önök 545 forintért. Már aki persze keretet 52-en, ez 42.605 forintos. 650 forintos, igen. Első képet hatan találták meg 138.615 forintért darabját. Az első keretet egy valaki 1.108.925 forintért. Aztán itt a Luxor nekünk, abból is egy darab volt ezen a héten, 7.762.485 forintos kis Luxor, és átviszünk a következő hétre jackpotként, ugye 21.194.349 forintot, hogy érdekes, izgalmas és szórakoztató legyen minket választani a jövő héten is. Azonnal sorsoljuk a Joker, valamint az ötös lottó nyerőszámait. Marad a Gitano Live, érkezik a Fortuna Tánckar, és augusztusi sztár vendégünk, Emilium! Azt mondom, hogy nosza, tudod miért? Mindjárt kiderül. Assim você mata. Ai, se te pego. Ai, ai.
nézőink, folytatjuk a Szerencse Szombat műsorát. Ez itt az élő 5-ös lottó sorsolás, amelynek mai főnyereménye nettó 188 millió forint. A színpadon az est két házigazdája, Kis Orsi és Kovács Áron. Folytatódik a Szerencse Szombat, és hatalmas tapsot kérnék szépen Emiliónak, augusztusi sztár vendégünknek, visszatért hozzánk. Fantasztikus elképesztés, és természetesen köszönjük a Gitano Live-ok és a Fortuna Tánckarnak is. Most már értetted, hogy Nossa, nagyon leesett, az első hangnál leesett. Hát őrület itt vagy, végre nagyon hiányoztál, meg kell mondjam. Egy hónapot velünk maradsz, amiben ráadásul több hétvége is lesz a szokásosnál. Öt darab, úgyhogy beszélgetünk még elég sokat majd. Úgyhogy kibontakozhatsz prózában is, de hát azért a dalok a legfontosabbak. Nem, persze. Most elsősorban nem a beszélgetések és a dalok, hanem a sorsolás kezdődik, a Joker játék. A 31. játék héten a Joker főnyereménye 58 millió forint. Már találkoztatok a sorsolási bizottság elnökével, Alesz Gyulával is itt van közjegyzőnk, dr. Kálóczi József, jó estét kívánok. Szabályosak voltak az előkészületek? Igen, az előkészületek ma is szabályosak voltak. Kezdhetjük a sorsolást. A Joker első számjegye a nulla. A második a hetes. A harmadik a nyolcas. A negyedik az ötös. Az ötödik a nulla. És a hatodik a nyolcas. A Joker szám 0-7-8-5-0-8. Következő fellépőnk erdélyi születésű, egykoron a matematika és az informatika töltötte ki az életét, azóta persze vett egy mikrofont, de továbbra is maradt a számoknál, leginkább saját számokkal foglalkozik, bár éppen most egy Inexizzel. A színpadon Baritz Gergő. You know it's true, don't have to tell you. I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they can never tear us apart. But if I hurt you, honey, I'd make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have a wings. But some of us don't know how. I was standing, two worlds collided, and they could never, ever tear us apart.
two worlds collided, and they could never tear us apart. You were standing, I was there. Two worlds collided, and they could never, ever tear us apart. Baritz Gergő énekelt nekünk az elmúlt percekben, köszönjük szépen, most pedig térünk rá az ötös lottó sorsolás, amit a Luxor befolyásol. 56, ez volt az utolsó kihúzott számunk, és mivel ez páros, az ötös lottó nyerőszámait kézzel sorsoljuk majd. Aki a segítségünkre lesz, kihúzza az öt nyerőszámot, az öt golyót, 1 millió forintot kap tőlünk. Viki, Áron, egy nevet várunk tőletek. Hát kettő nevet mondtál, mi csak egyet fogunk mondani, hamarosan Viki már is sorsolja a milliómosunkat, a milliómos gyártógépünk már is működésbe lendül. És hát nézzük azokat, akik esélyesek arra, hogy milliómosok legyenek, íme. Van, aki fölöltözik a jeles alkalomra. Egyelőre még nem tudhatjuk, hogy ki az közülük. Mindenki esélyes volt eddig a pillanatig, most mi már tudjuk, hogy Tóth Miklósból lett milliómos. Gratulálunk! Számhúzó természetesen minden esetben a stúdióban helyet foglaló pályázó játékosok közül sorsoljuk. Miklós tehát 1 millió forinttal gazdagodott, de a többieknek sincs okuk szomorkodni, hiszen ők fejenként 30 000 forinttal gazdagodtak. Ne felejtsék el, hogy a nyár folyamán a különböző sportesemények miatt változnak a pályázás feltételei. Minden részletet megtalálhatnak a honlapunkon www.szerencsejáték.hu, illetve pályázni a 0640 414 414-es telefonszámon lehet. És akkor kezdődjön az ötös lottó sorsolás. A 31. játékhéten az ötös lottó főnyereménye nettó 188 millió forint! Kedves Miklós, adódik a kérdés egyből, hogy érte valaha ekkora nyeremény? Ennyit még soha. Soha életében nem nyert ennyi? Hármason volt lotton, ez a legtöbb. És azt tudja, hogy ma hanyadika van? Harmadika. Milyen hónap? Nyolcadik. Másodika van egyébként? Csak azért mondom, másodika van, és augusztus, és jegyezze meg ezt az időpontot, mert hogy ekkora szerencse érte, ebből legyen egy ilyen legendárium a családban, egyéb iránt pedig lehet még nagyobb szerencséje, hogyha nyilvánvalóan kihúzza a saját öt számát, de hát ez másnak is összejöhet. Majd kezdjük el a sorsolást. Az első nyerőszám a 60-as. Na hát itt bele zavarodtunk egy picit a dátumot, de ami biztos, hogy augusztus van. Tehát így igaz. Mindjárt vége a nyárnak. És itt van sztár vendégünk, Emilio! Ennek viszont örülünk, nagyon örülünk. Gyere ide hozzánk, közénk egy picit mesélj. Sziasztok! Mi van veled azóta, párás szemmel nézel minket a képernyő előtt otthon, vagy más csinálsz esetleg szombatonként? Fellépni járok, fellépéseim vannak, nagyon sok, és lemezt csinálom, stúdióba vonultam, és szeptember végén jövök ki majd az új videoklipemmel. Köszönöm, azt, hogy hol vásárolsz, azt majd nekem mondd el privát, mert elképesztő ez az Elvis-es öltő. Azért nem, hogy rajtad nem tudom elképzelni, de lehet, hogy velem van baj. Az lényeg, hogy nagyon hiányoztál nekünk, és nagyon örülünk, hogy itt vagy. Én is nagyon örülök, mi is nagyon hiányoztatok. Melyikünk jobban? Ne válaszoljon. Mind a négyötök. Az lényeg, hogy nekünk hiányoztál, most pedig húzzuk a második nyerőszámot. A második nyerőszám a 84-es. A
A következő zenekarunk 2007-ben alakult, és annyi volt csak a céljuk, hogy csináljunk egy darab lemezt, aztán menjen mindenki a dolgára. Aztán az lett belőle, hogy a nagy sikerre való tekintettel azóta együtt vannak. Ez egyébként párokkal is előfordul, úgyhogy tessék nagyon vigyázni. A színpadon a Budapest Bár. Voltál már Dél-Amerikában? Nem, sajnos még nem. Én sem voltam. Akkor üzenjük esetlegesen az ötös lotó mai nyertesének, hogy utazzon-e Dél-Amerikába, és vigyen minket magába. Sőt, ha már így összejöttünk, akkor mehetnénk mondjuk Japánba, vagy Kínába, esetleg ajánlanám Tájföldet, vagy ha már ott vagyunk, jó, akkor tényleg elmehetnénk Brazíliába, vissza. A Föld összes országát, akkor húzzuk ki a következő nyerőszámot. Nyerő szám. A 86-os. Emlékszel, amikor Emilio kislánya megszületett, és ott álltunk, és fogtuk a kezét, és szurkoltunk. Nem így volt, de minden esetre adásban megünnepeltük. Igen. Megajándékoztuk őt, és egy fantasztikus nap volt. Igen, de most ő hozott nekünk ajándékot. Na. Egy dalt. Wow. Színpadunkon a Gitano Live és Emilio! Látod, ajka más csókolja, ezt a harcot rég feladtad. Menj tovább, Zsó, ne nézz vissza rá!
Volt idő, hogy úgy éreztem, nélküled nincs boldog percem. Menj tovább, soha ne nézd vissza rám. Úgy fáj, hogy megváltoztunk, hogy szép volt a múlt. Ma már mástől el is csókol, aki a két karomba bújt. Úgy fáj, hogy elmúlt minden, ég összenvedély, de az illatot még érzem, ma is velem van, ne félj. Menj, s ne nézz vissza rám, fáj, hogy elhaltál, s ne nézz vissza rám. Menj, s ne nézz vissza rám, fáj, hogy elhaltál, s ne nézz vissza rám. Ha szívem hitte boldogságom, másnak adtad minden. Hát menj tovább, soha ne nézz vissza rám. Te megkérdezd, mert én sem érted, hogy már négy szeret már mást a szívem. Menj tovább, soha ne nézz vissza rám. Táncoltunk, köszönöm szépen, nem is mondtam, hogy felkérted. Jó, vegyél egy kis levegőt, tudom, te nem vagy a mozgáshoz hozzászokva, húzzuk a negyedik nyerőszámot. A negyedik nyerőszám a 23-as. Kipihented magad? Igen. Kifújtam, kifújtam magam. Van kedvenc szuperhősöd? Hát nem tudom, hogy jön az ide, de nyilvánvalóan van. Na, kicsoda. Levente, a harsány. Szuper Levente? Szépen. Mert azt még úgy... Abszolút. De Leventének milyen szuper képességei vannak? Gondolj bele abban, hogy... De ez gyanús, hát a beszéd, nem, a beszéd. Hát gondolj végig az összes szuperhős. Aha. Batman... Tök néma. Annyi szokott mondani, nem létező olyan gond, hogy I'm Batman. Ennyi. Pókembernek a maszkján már a szájának is nincs hagyva hely, mert minek? Úgyse szólal, mert csak mászkál a falon. És ezt a piacirést ügyesen kihasználta Harsányi Levente, akinek egy Deák Ferenc rézmetszet van egyébként a szuperhős mezén. És hát ő a beszéddel azért elég sokra vitte így nálam, legalábbis. Vannak még egy páran valószínűleg. Egyébként valamilyen piaci részt a következő zenekar is kihasználhatott, hiszen első daluk hatalmas lágelet, mindenki kívülről fújja. A legnagyobb hős következik a Honey Beast-től. A jó híre menne meshet csorba, beállok én is a torna sorba, hiszem, hogy két paralel történet a végtelenben összeérhet. Álmaimban nem ezt vártam, de felébredtem és megtaláltam. Szabad egy hely és leparkolnék, veled az időben eltévednék. De tudom-e majd überelni anyádat, és te nem mosod magad után a kádat. Gyűjtünk lakásra és autó. Te a király.
vagy a legnagyobb hős a világ. Köszönjük szépen, egyszer énekelné valaki nekem ezt a dalt így, tehát, vagy kétszer. Te vagy a királyom, ez a mondat az így. Hiányzik neked. Álmod hozzá, húzzuk az ötödik nyerőszámot. Az ötödik nyerőszám a 76-os. Az ötös lottó nyerő számai emelkedő számsorrendben. 23, 60, 76, 84 és 86. Kész, hát Emilőnál hazai pálya van. Tehát ezt nem, hát ahogy ő számok után énekel, számokat, elképesztő. Na jó, egyedi. Hát mondjad. Mondom, egyedi. Így van. Ami viszont nagyon fontos, hogy a nyertes kereső indul ebben a pillanatban, illetve nyertes találónak kéne hívni, mert hogy nem keresünk a nyerteseket, hanem ilyenkor megtaláljuk és közkincsét tesszük. A nyertesek keresnek inkább minket, vagy XL-nek, vagy hát ízlés szerint, ugye? A Leventéről tudjuk, hogy ő mindig más számokat játszik meg, és így felírja a tenyerére, és ilyenkor figyeli már az eseményeket, és mindig rettegek, ha netán ilyenkor már egyedül köszönök el, akkor neki ötöse van a lotton. Eddig még mindig itt maradt, te fix számokkal játszol, vagy igen, pedig te is más fixel adatokkal? Fixel a te születési adataiddal játszom. Akkor anyukával együtt lesz ötösen. Drága mama, elverjük, de most jön Viki, és a nyertes találó. Köszönjük szépen, elsőként lássuk a Joker játék alakulását. Nos kérem, hát az a helyzet Joker 1000 forintos kategóriában, hogy 4301-en találtak ennyit, ugye két találattal. Aztán három találata 410 kedves versenyzőnknek volt, ő már 10 000, vagy ők már 10 000 forintot nyertek. 100 000-es kategória 32. Nem esélyes, hanem befutó, ugye ez 4 találatra volt szükség. 5 találattal 3-an büszkélkedhetnek, ez már 1 millió forintos, tehát 3 milliómossal van dolgunk. Nézzük, van-e teli találat a Jokeren a mai nap. Múlt héten volt nálunk teli találat, és most is van! De 2 héttel ezelőtt, amikor Orsival voltam, ugye, úgy látszik, jó páros vagyunk ebben az értelemben. Nyerőpáros. 2 nyertek, ugye, most nem tudtam már elolvasni, mert sok pénzt, és a jövő héttől 12 millióért játszunk. Luxor fontosabb adatait mondom, első kép 6 szerencsés nyertes, 138.615 forintot nyertek, első keret 1 szerencsés nyertesünk volt, 1.108.925 forintot zsebelt be valaki. Aztán Luxor telitált, szintén 1 szelvény volt, az országban 7.762.485 forintot zsebelt be valaki, jövő hétre pedig átvittünk 21.194.349 forintot. Egy mondatra vissza még a Jokerre, ugye ketten több mint 31 millió forintot nyertek, de most akkor foglalkozunk az ötös lottóval.
Két találat a 61.199-en bírtak, 1855 forint az övék. Aztán három találat a 1707-en, 34.175 forint fejenként. Négy találat a 16 játékosunknak volt, 3.443.000 és még 595 forint. 16 újabb milliómosról beszélgetünk, ráadásul multimilliósról, de van-e? Van teli találatos szerény, 192.860.270 forint. Elkelt! Tehát két héttel ezelőtt is gazdára talált, és most is. Fantasztikus, Emilio, szerencsét hoztál! Hagyj beszéljek! A következő héten 85 millióért játszunk. Ez azért csak el akartam mondani. Köszönjük Emiliónak! Köszönöm! Gratulálok az újabb ötös lottóhoz! Önöknek köszönjük a figyelmet! Viszontlátásra! Viszlát!